DVSC Esport ellenfele a DVSC All-Stars csapata. Jó szórakozást kívánok kedves nézőinknek, kedves követőinknek! Fehérben a DVSC, kékben pedig DVSC All-Stars csapata. Nagyon jó indítást kap a szélen, Csősz! Csősz! Beadja! Büchner elől fejelik el, gyere, lő! Mellé! Ebből támadhat is a csapata, Deep! Heitmann! Nem adja be, passzol tovább, Deep sarokkal, Heitmann! Deep! Hosszú volt a visszatett labda, de Heitmann megtartja, Deep! Még egy passz, Molnár Gabó, tartja, Deep! Jó a passz, Büchner mellé! Szabad rúgás, Jenei táborról mellé! Nem volt ez olyan veszélytelen? Molnár Gabó, nagy helyzet, Molnár Gabó visszateszi, kapufa! És ott a helyzet, ott a gól, Gordi szerzi meg az első találatot a mai mérkőzésen. Jenei most nagyon nagy fölényben, 4-2 ellen. Csősz! Csősz! Jenei! Jenei lő, gól! 2-0! Érett már Jeneinek is ez a gól, hiszen két óriási helyzete volt a mérkőzésen. Csősz keményen szerez labdát, Csősz. Nem tudja tovább passzolni, de megtartja a labdát. Molnár Gabó távolról, Don Wehmer! Nagy labdát kap, Varga Kevin, gól! Ott a szépítés! De nem adják meg! Lesen kapta Varga Kevin a labdát. És ez a végső sípszó az első mérkőzésen. A DVSC All-Stars 2-0-ra meg tudta nyerni a találkozót a DVSC Esport ellen. És el is indul a második mérkőzés, piros-fehérben a DVSC Esport csapata és kékben pedig az All-Stars csapata, amely megnyerte 2-0-ra az első mérkőzést. Fekete Florin és Lovász Tamás, itt már is egy változás és egy nagy helyzet is. 21. perc. Garabinho, Flo, Jócsel, középre tör, Flo. Középre teszi, és Feketics ér bele a lövésbe. Büchner, középre teszi, jó az indítás, Deep cselez egyet, ott a labda még Csősz, Csősz most lő, lepattan Don Wehmer. Garabinho. Varga, Heitmann szerel, de Garabinho visszaszerez, Lesi puskásan, be is ad, fejes, mellé, Nessai, kontrázhat az All-Stars, Jenei, 4-4 ellen, most már 5-4 ellen, Gordi, jó a labdája Deepnek, Deep teszi középre, Büchner, gól! Deep, Molnár Gabó egy gyors kontrát még akar vezetni az All-Stars. És jön is a kontra, Jenei, gól! És rövi, gól! Mekkora szabadrúgás gól Büchner Valentintől! Mekkora bomba gól eresztett meg itt a kapuba. Don Wehmer nem is tudta védeni. Jó, Garabinho. Garabinho adja be. A fejes gól!
megszerzi a szépítő találatot a DVSC e-sport csapata. Carabinho nagy indítás, lovász, és ott a gól! Megvan a mérkőzés következő gólja, ha jól láttam, akkor Nessai volt a gólszerző, Molnár Gabó pedig taktikusan hátra teszi Feketicsnek, aki már innentől kezdve nem tud megindulni, ugyanis elhangzott a hármas sípszó, ami a mérkőzés végét jelenti, tehát 3-2-re tudta nyerni a második mérkőzést a DVSC All-Stars.